A Szent Márton Szignál ős bemutatójával vette kezdetét a Szent Márton napi díjkiosztó gálaműsor. Köszöntőjében ezután a polgármester Szent Márton élettörténetét idézve kiemelte, hogy Európa szerte tisztelik őt szolidáris katonaként, elkötelezett szerzetesként, a hit álhatatos terjesztőjeként emlegetik. Tanuljuk tőle a segítés szellemiségét, tanuljuk tőle a köztiszteletét, tanuljuk tőle a céltudatos munkát és a szerénységet, alázatot. A polgármester szerint mindazok, akik tevékenységükkel kiérdemlik a város legmagasabb rangú kitüntetését, Szent Márton méltó örökösei. A szakmai elismerések közül a Gotthard Jenő díjat Nagy Gabriella, a Vercsényi iskola tanára kapta. Brenner díjat vehetett át Kutnyászki László építést települést tervező. Éhen Gyula díjjal jutalmazták Takács Balást, az EPCOSZ igazgatóját, és posztumusz Horváth Lászlót, a Stihl Ernök vezérigazgatóját. Litkei Tamás építész Hefele Menyhért díjban részesült. A közigazgatás területén adományozható Horváth Boldizsár díj első fokozatát Babicsné Tőke Erzsébet, a második fokozatát Horváth Ildikó és Weidlinger Mónika érdemelte ki. Szombathely közbiztonságáért díjat Balogh Gábor rendőr alezredes, ifjúságért díjat M. Dancsanet a Premontrai gimnázium tanára kapott. Az év civil szervezete a Herényi Kulturális és Sportegyesület, valamint a Vasi Honvédbajtársi Egyesület lett. Szombathely kultúrájáért életműdíjjal posztumusz Salamon Nándort tüntették ki. Pro Sanitate Savarie életműdíjat Gotyé Barna tüdőgyógyász, pedagógus életműdíjat Óhidi Györgyné kapott. Szociális munkáért életműdíjjal ismerték el Asbóth Mária és posztumusz életműdíjjal Gyebrovszki János munkásságát. Sportpályafutása elismeréseként Szombathely díszpolgára 2014-ben Kálmán László lett. Sajnos nem tudok részt venni ezen a nagyszerű ünnepségen, de megígérem azt, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy körmenden és győztesen térjen haza ez a csapat, és továbbra is Szombathely város hírnevét öregbítse az országba.